Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mit várhatok tőle? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Dorillia számára. Kedves Dorillia, üdvözöllek téged. Te nagyon szeretsz egy férfit, úgy érzed, ez egy lelki kapcsolat kettőtök között. Sokat segítettél neki, néha úgy érzed, hogy ő kihasznált téged, de mégis megvan köztetek ez a lelki közelség, ez a kapcsolat. És ahogy én érzem, te szenvedsz, és tudni akarod, mi vár rád a jövőben. Ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kép ott fent mutatja az ő jelenlegi helyzetét. És ez a hölgy a képen szimbolizálja a sorsunkat, a sors kerekét. Itt a képen nagyon sok kerék látható, ezek lehetőségek az életünkben. Ami középen van, az a felső kerék, és benne van a szív. Tehát van köztetek ez a szerelmi kapcsolat, és ez meg van írva a sorsok könyvében. És most megtekintjük azt, hogy ő mit tervez. Először is figyelembe vesszük a 10-es számot. És az egy új kezdetre utal. Ez a terve veled együtt valamit kezdeni. A kép utal a tűz elemére, az mutatja az ő bátorságát, lelkesedését, de a szenvedélyeket is. És most megtekintjük a képet, aminek szimbolikus jelentése van. Ez a kislány utal az ő terveire, vagy arra is, hogy milyen helyzetben van ő jelen pillanatban, és hogy tudná a terveit megvalósítani, ezt az új kezdetet. Ott van a virágos kertben, és szedi a tulipánokat. Ez a tettekre utal, arra, hogy ő a tervét meg szeretné valósítani. És a hátán ott vannak a virágok, ami úgy nyomasztja őt. Természetesen utalhat kreatív munkára, az ő tehetségére is, de ez a tartás, ahogy a kislány mutatja, vannak gondjai, vannak nehézségei. És keres egy új tulipánt, keres egy új lehetőséget, egy kiutat az ő helyzetéből, és ez lenne ez az új kezdet. De amíg még őt mindent úgy nyomaszt, és vannak gondjai, nehéz ez az új kezdet, holott ő ezt tervezi veled együtt. Ez a harmadik kártya mutatja azt, hogy mi áll nála a középpontban. Te vagy itt látható, és ő szeretne téged birtokba venni. Itt kivirágzik a rózsa is, de a rózsának van tövise is. Ezek az ő emlékei, fájdalmas emlékek. És erre utal a 9-es szám is, ezen a kártyán, itt vannak korlátozások. Nem mer lépni, mert fél attól, hogy újra csalódások lesznek. De mégis van remény, mert itt virágzik a rózsa, azon kívül a kép utal a tűz elemére, neki meg lesz a bátorsága ahhoz, hogy áttegye magát a nehézségeken, a félelmeken, és legyen egy új kezdet. A kártya
azt is jelentheti, hogy ő úgy gondolja, hogy te egy jobb férfit érdemelsz meg, mert ő nem bízik abban, hogy téged boldoggá tudna tenni, és fél attól, hogy téged megbánt, megsebez, és te elbúcsúzol tőle. A következő kártya mutatja az ő környezetét. Először is megtekintjük a képen a 6-os számot, ami a múltra utal. Itt vannak nála emlékek vagy kapcsolatok a múltból. Ez nem szerelmi kapcsolat, ez lehet a baráti kör vagy családi kapcsolatok. A képen látható a levegő eleme. Neki szüksége van a könnyűségre, de a levegő eleme utal a kommunikációra is. Tehát itt vannak beszélgetések. És most megtekintjük a képet. Ott alul van egy sziget. Ez arra utal, hogy ő keres magának egy helyet. Valahol szeretne legyökerezni. De minden olyan bizonytalan, mert a levegő eleme érezhető itt, és ezek nem a reális dolgokra utalnak, hanem a tervekre. De itt valaki beleavatkozik az ő dolgába, ezt mutatja a fekete felhő a képen. Mindez arra utal, hogy neki vannak tervei. Ő nálad szeretne legyökerezni. Ő tervezi a jövőt veled együtt, de van valaki a háttérben, és itt vannak beszélgetések is, aki szeretné megakadályozni ezt a tervet. Itt nem szerelmi kapcsolatról van szó, én úgy érzem, ez inkább olyan rokoni kapcsolat. És most megtekintjük azt, hogy mi változik nála. Ez a kép utal az erőre. Neki megvan ahhoz az ereje, hogy áttegye magát ezeken a nehézségeken. Azon kívül te adsz erőt számára. Most megtekintjük azt, hogy néz rád. Ezen a képen látható egy királynő. Az ő szemében te vagy ez a királynő. És ez a királynő uralkodik az érmék felett, az utalhat anyagi dolgokra. Az lehet, hogy ő úgy látja, hogy te jó anyagi körülmények között élsz, amit lehet, hogy ő szeretne kihasználni. De itt nem csak pénzről van szó, hanem belső értékekről is, és az azt jelenti, hogy te értékes vagy számára. Úgy tekint rád, mint egy királynőre. Ami még látható a képen, ott alula nyúszik, ez passzol most így húsvéthoz, de ennek az a jelentése, hogy gyarapodásról van szó. Ő úgy gondolja, hogy nálad van, vagy lesz ilyen gyarapodás, ami a pénzügyi dolgokat illeti. És most megtekintjük a következő kártyát, ami azt mutatja, hogy van-e egy másik nő a háttérben. Ennél a kártyánál szintén anyagi dolgokról van szó. Mégpedig valami, vagy valaki, aki fogva tartja őt. Lehet, hogy tartozik valakinek, de az is előfordulhat, hogy van egy nő a múltjából, és követelőzik. A következő kártya azt jelenti, hogy viszonyul ő ehhez a nőhöz. A 7-es szám ennél a kártyánál a hold energiáját
szimbolizálja? Az utal anyai érzelmekre, vagy az édesanyjára? Itt vannak anyagi dolgok. Ez lehet, hogy az anyukáját jelenti, vagy egy nőt a múltjából, és vannak közös gyermekek, vagy gyermek. Amit még ez a kártya szimbolizál, az látható a képen, itt lesz egy új kezdet, megszületik valami. Utal a változásokra, a megújulásokra. Ő le fogja ezeket a kapcsolatokat zárni, vagy rendezi az anyagi dolgokat, és ha ez így lesz, akkor van egy új kezdet. A következő kártya azt mutatja, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. A képen látható a szív, az is, hogy itt kivirágzik valami, azon kívül utal a kelyhekre, tehát itt érzelmekről van szó, ez a férfi szeret téged. Ez a kép arra utal, hogy mit kellene tenned, hogy javuljon a helyzet. A 8-as szám utal egy húzavonára. Megvan a szerelem, de vannak anyagi témák is, ami téged zavar, és nem tudod, hogy viselkedj vele szemben. Itt két dologra tudsz odafigyelni. A kép szimbolizálja a tűz elemét. Legyen meg a bátorságod ahhoz, hogy nemet tudj mondani, amikor pénzről van szó. A képen viszont látható ez a könnyűség, mint a levegő eleme, és az szimbolizálja a könnyűséget és a kommunikációt is. Tartsd vele a kapcsolatot, maradj ebben a könnyűségben, és ha pénzről van szó, akkor pedig érezd a tűz elemét, és mondj nemet. A következő kép mutatja a jövőt. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, ami érzelmekre utal. Ez, ami benneteket összeköt. Ha megtekintem a képet, akkor nekem Afrodité jut eszembe, vagy Vénusz, a szerelem bolygója, ez utal a te nőiességedre, arra is, hogy szerencséd lesz a párkapcsolatot illetően. Fontos az, hogy odafigyelj a saját érzelmeidre is, és higgy abban, hogy itt lesz egy jövő, egy boldog párkapcsolat. Tedd át magad a félelmeken, a bizonytalanságokon. Kedves Torélia, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Tendera. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra.